A 9. század végén új nép költözött keletről a Kárpát-medencébe. A magyarok. A középkori krónikákban lejegyzett hagyományok szerint Szkítiából érkeztek. Az énekmondók azt mesélték, hogy az első fejedelem, Álmos anyja, egy vadászmadarat látott álmában, akitől megtudta, hogy születendő gyermeke és annak utódai nagyra hivatottak és nagy országot fognak létrehozni. Az uralkodó család egyébként egy régmúlt királytól, Ménróttól és annak új hazát kereső fiaitól, Hunortól és Magortól származtatta magát. A magyarság valóban keletről érkezett. A szálak az Urál keleti oldalának füves és erdős sztyeppei régiójáig vezetnek. Az első forrásokból ismert és azonosítható szállásterület a Fekete-tengertől északra húzódó pusztákon Etel közben volt, ahol a 9. század első felétől élhettek elődeink. 895-ben innen költöztek tovább új, immár végleges hazájukba, a magas hegyektől ölelt Kárpát-medencébe, de keleti kapcsolataikat még sokáig fenntartották. A víz járta, legelőkben gazdag, tejjel, mézzel folyó térség könnyebb életfeltételeket kínált, és hamarosan kiderült, hogy a nomád szállásváltó életformára sincsen szükség. A honfoglalók megtelepedtek. Az újonnan érkezett népet Európa a 9.-10. század fordulóján félelmetes hírű harcosokként ismerte meg, akik hadjárataik során eljutottak az Atlanti-óceánig, az Ibériai félszigetre és az olasz csizma sarkáig is. De vajon mi tette lehetővé ezeket a sikereket? A régészet eredményeit felhasználó, a hajdani fegyvereket újraalkotó és kipróbáló hagyományőrzők és a történeti források segítségével ennek eredünk most a nyomába. Lovakon, nyergekben. A honfoglaló magyarok hadművészete. Az eurázsiai nomádokat, köztük a magyarokat is, félelmetes lovasíjászokként ismerte a világ. Legendás fegyverük a merev szarvú, összetett reflexíj volt. Ezt az íjtípust évszázadokon keresztül fejlesztették egy speciális használatra, a lovas harcra. Ehhez viszonylag kisméretű fegyverre volt szükség, amelynek elkészítését két technikai megoldás tette lehetővé. A karoknál többféle anyag felhasználása és a karok meghajlítását segítő merev szarv alkalmazása. Az íj a nomádok egyik legbonyolultabb, legösszetettebb eszköze volt, és kézműves iparuk egyik csúcs teljesítményének tekinthető. A reflexíjakat három alapvető anyagból készítették. Fából, szaruból és ínból. Fából alakították ki az íj vázát, amely a többi alkotóelemet összetartotta. A szaru a faszerkezet íjász felüli oldalára került, és úgy működött, mint egy laprugó. Az íj feszítésekor meghajlott, oldáskor pedig eredeti állapotába tért vissza. A szaru felragasztása az íjkészítés egyik legkényesebb mozzanata. Az inakat a szarvas hátsó lábszárából nyerték ki. Szárítás és szálakra bontás után gondosan elrendezett lapokat készítettek belőlük, amelyeket azután az íjkar külső oldalára enyvesztek. Az ín a feszítés során gumiszalaghoz hasonlóan nyúlik, oldáskor pedig összeugrik. Az íj szarvait és a markolatát a honfoglalók agancslemezekkel merevítették. A kész íjat kéreggel vagy halbőrrel burkolták, hogy a nedvességtől megóvják. A honfoglalók homokóra formájú nyíltegzeket használtak, amelyekbe a nyilak teljes hosszukban belefértek. A tegzek fából készültek, két módon. Vagy kettéhasított rönkből faragták ki őket, vagy pedig falamezekből ragasztották össze a megfelelő formát.
A teges száját csontlemezekkel díszíthették, a teljes eszközt bőrrel vagy kéreggel burkolták, végül pedig magyaros sajátosságként vaspálcákkal és pántokkal szilárdították meg. Az első pillantásra rendkívül egyszerűnek tűnő nyíl előállítása szintén rengeteg szakértelmet igényelt. Nem deszkából, hanem hajtásvesszőből készítették, amelyet a lekérgezés után kiegyengedtek, majd formára alakítottak. A nyílhegy tüskében végződött, amelyet a vesszőbe fúrtak bele. A tollakat enyvezéssel rögzítették. Később formára vágták, majd ínazással erősítették meg őket. A nyílhegyek különböző alakúak voltak, attól függően, hogy milyen cél ellen kívánták őket felhasználni. Az étegzeket bőrből varták, és valamivel több, mint az íj fele fért beléjük. A tegez általában egyetlen függesztő füllel került rögzítésre. Kialakításánál fontos szempont volt az egyensúly. Ezt a tegez típust az avarok még nem ismerték. Segítségével a harcosok gyorsan és könnyen tudták váltogatni közel- és távol harci fegyvereiket. A honfoglalók íjászfelszerelése összefüggő rendszert alkotott. Az íjtegez a harcosok bal oldalán kapott helyet, mivel az íjat bal kézzel fogták meg. A nyilakkal a jobb kéz dolgozott, ezért a nyíltegzet a jobb oldalra függesztették 45 fokos szögben, hogy a nyilakat könnyen ki lehessen venni. Ugyanezen okból a nyilakat heggyel felfelé tették a tegezbe. A feszítés ennél az íjtípusnál általában hüvelykújjal történik, amelynek védelme érdekében a lovasíjászok speciális íjászgyűrűket használtak. Feltehetőleg így jártak el a honfoglalók is. A hüvelykújjas húzás tette lehetővé azt is, hogy a lövések gyorsítása végett az íjász további nyílvesszőket tartson a jobb kezében. A tegzekbe mindössze 12-15 nyíl fért el, ezért a harcosoknak alaposan meg kellett fontolniuk, hogy mikor és mi ellen használták fel őket. A honfoglalók a közelharchoz lándzsát, fokost, szabját, kardot használtak, amelyeket alapvetően maguk is elő tudtak állítani. Ehhez a Kárpát-medencében az avar kohászati technológiához hasonló módszert alkalmaztak Somogyban és a beszédes nevű Vas megyében. A honfoglaláskori vaskohászok külszíni fejtéssel begyűjthető vasérceket dolgoztak fel, amelyeket buca kemencében kohósítottak. A kemence melnyílását először agyaktapasztással látták el, majd fával, azután faszénnel fűtötték fel. A hőmérséklet növelése érdekében kézi fújtató segítségével folyamatosan levegőt fújtak be. A kohósítás során jelentős mennyiségű salak keletkezett, amelyet szükség esetén a fúvóka alatt ütött nyíláson keresztül csapoltak ki. A kohóban a vasércből színvas jött létre. A kis vasszemcsék szivacsos vasröggé vasbucává hegedtek össze. A vasbucát a kohósítás végén kihúzták a kohóból, és farönkön összetömörítették. A hevítést és a tömörítést többször megismételték, hogy a salakot minél inkább eltávolíthassák, a visszamaradt vascipót pedig még jobban összenyomhassák. A korong alakú, még izzó vasbucát gyakran ékelték, azaz félig, kétharmadig bevágták. A tömörített vasbucát a kovács félbetörte.
A fél bucát egy kisebb kovácstűzben többször újra hevítette, és egy vasüllőn, vaskalapáccsal rúdszerű előgyártmánnyá kovácsolta. Ennek kovácsolása a mai acélokhoz képest jóval körülményesebb, mert sok salakzárványt tartalmaz. Nyílhegyeket, fokosfejeket vagy lándzsahegyeket viszonylag egyszerű volt elkészíteni, ezért mozgó kovácsműhelyekben is minden további nélkül előállíthatóak voltak. A fokosnak számos típusa létezett a vágóél nagysága, a fej íveltsége és a fok kialakítása szempontjából. A lándzsákat ritkán tették a sírba a halott mellé. A Kárpát-medence régészeti hagyatékából alig néhány példányt ismerünk, s ezek egy része is a nagyobb, nyugati és észak-európai típusok közé tartozik. Pedig a jellemzően vékony, négyoldalú heggyel felszerelt lándzsa a lovas nomádok alapvető fegyvere volt, amelyet vívásra is használtak. A magyar szabják a kor jellegzetes termékei voltak. Hasonló fegyvereket használtak a kazár kaganátusban, a Kaukázusban vagy Közép-Ázsiában is. A vágás mellett szúrásra is használták a fegyvert. Erre utal az él felé hajló, megtört markolat. Az enyhén ívelt penge egyik oldalát teljes hosszában kiélezték. A másikon 15-20 cm hosszúságú fokélet alakítottak ki. A keresztvas viszonylag kicsi volt, két végén többnyire gömbökben végződött. A Kárpát-medencében egyre több nyugati típusú, egyenes, kétélű kard is feltűnt a honfoglalók kezében. És egy sajátos, helyi változat is kialakult, a szabja markolatú kard. A magyar előkelők és a hivatásos katonák a sztyeppei elitharcosokhoz hasonlóan feltehetőleg komoly védőfelszerelést, például láncinget és sisakot is viseltek, noha ennek kevés nyoma maradt. E fegyverek előállítása magas fokú szakmai tudást és műhelykapacitást igényelt, ami a Kárpát-medencében nem feltétlenül állt rendelkezésre. Eleink ezért legalább részben kereskedelmi áruként, zsákmányként, esetleg ajándékként jutottak hozzájuk. Az egyetlen Kárpát-medencéből ismert honfoglaláskori sisakot Pécsen találták. Formája és elkészítési módja a kelet-európai mintákat idézi. Négy darabból szegecselték össze. Apró szemekből összeillesztett láncfájtlat is lehetett hozzá csatlakoztatni, amely viselőjének nyakát és vállát védte.
Hasonló sisak került elő az etelközi magyarokhoz köthető manvelovkai sírból is. A honfoglaláskori magyarság haderejének nagyobb része a fegyverforgatókorban lévő, elsősorban állattenyésztéssel foglalkozó férfiak közül került ki. Ezek az emberek nem voltak katonák, de életmódjukból kifolyólag számos olyan képességgel rendelkeztek, amelyre támaszkodva kiváló harcosok lehettek. Elsődleges fegyverük az íj volt, amelynek a mindennapokban is hasznát vették vadászat vagy az állatállomány ragadozóktól való védelme során. E fegyverrel távolról 150-200 méterről is komoly sebeket lehetett ejteni, de közeli célok ellen is használták, például támadás vagy üldözés közben. A lovasíjászok előre, hátra és baloldalra tudtak könnyen lőni. A jobboldali lövés kifejezetten előnytelen volt a számukra. A honfoglalók harci technikájának fontos eleme volt a felajzott íj tárolására szolgáló tegez, amely gyors fegyverváltást tett lehetővé. Segítségével a lovasíjász néhány másodperc alatt közelharcossá vált. A közelharci fegyverek közül pedig a láncsa lehetett a legelterjedtebb. A törzsfők és a fejedelmek kíséretét professzionális katonák alkották. Nevük a többi sztyeppei néphez hasonlóan Bagatúr, azaz bátor, vagy Alp, alap lehetett. E szavak rejtőznek Nyírbátor vagy Tisza Alpár nevében. Őket egyrészt fegyvereik, főképpen védőfelszerelésük minősége különböztette meg a közvitézektől. Sisakot és láncinget viselhettek. Emellett pajzsot használtak, és esetleg lovaikat is valamiféle vértezet borította. Lehetséges, hogy a drága fegyverek nem a saját tulajdonukban voltak, ezért nem kerültek a sírokba. Képzettebb, gyakorlottabb és összeszokottabb harci közösséget alkothattak, mint a közvitézek. A kortárs források éppen azt emelik ki, hogy a magyarok a többi pusztai népnél rendezettebben, fegyelmezettebben harcoltak. A magyar hadsereget feltehetőleg tizedekbe, századokba, ezredekbe és talán tízezredekbe, azaz töményekbe szervezték, ahogy ez más sztyeppei népeknél is megfigyelhető. A haderő összlétszámáról nincsenek adataink, az egyes hadjáratokban azonban a fegyverforgatóknak csak a töredéke, néhány száz, esetleg 2-3 ezer fő vett részt. A jelentős nagyerőket megmozgató 899. évi itáliai hadjáratban talán 5000 fő volt jelen. A hadjáratok során nagy mennyiségű hadtápra és utánpótlásra, például élelemre vagy fegyverre volt szükség, amelyet a honfoglaláskori harcosok részben magukkal vittek, részben pedig helyben szereztek be. A harcosokat több nyerges és málhás ló kísérte a hadjáratokra. Ezekre kerülhetett a tartósított élelem, a vizes tömlő és a tartalékfegyverek, például sok száz nyíl. Eleink az orvosláshoz, a sérülések kezeléséhez is értettek. Az ismert honfoglaláskori csontvázakon komoly, de gyógyult harci sérülések nyomai is megfigyelhetőek. A 9.-10. századi Európában a magyarok a hadjárataikról váltak nevezetessé. Az azonban sokat vitatott kérdés, hogy milyen szándékok vezérelték őket. Három fő okot szokás megjelölni, amelyek azonban nem zárják ki egymást. Az egyik megközelítés a zsákmányszerzésre helyezte a hangsúlyt.
A második vélemény a hadjáratok hátterében meghúzódó külföldi felkéréseket emelte ki. A harmadik nézőpont pedig a Magyar Törzsszövetség magasabb rendű gazdasági politikai célkitűzéseit tekintette elsődleges mozgatórugónak. Azt, hogy a szomszédok legyőzése, területeik feldúlása révén rendszeres adót csikarhassanak ki, távolabbi vállalkozásaikhoz pedig felvonulási területet biztosíthassanak. A 9. században a frank birodalomban felerősödtek a belső ellentétek. Az ország több részre szakadt, s idővel az egyes tartományok is egymás ellen fordultak. A belháborúk során gyakran maguk a küzdőfelek hívták be a magyarokat segéderőként. A zavaros politikai viszonyok akadályozták a hirtelen felbukkanó támadókkal szembeni egységes, szervezett fellépést, így a gyors támadások elleni védekezés terhe szinte kizárólag a megerődített helyekre és az állandóan fegyverben tartott, kisebb létszámú fegyveres csapatokra hárult. Ám ha a meglepetés erejével támadó magyaroknak őket is sikerült a városokba, várakba szorítaniuk, akkor egész vidékek válhattak védtelenné. A lovasnomád magyar seregek nem törekedtek mindenáron nagy összecsapásokra, hiszen céljaikat ezek nélkül is elérhették. Szükség esetén azonban nyílt ütközeteket is vállaltak, amelyek során a folyamatos és gyors mozgásra építő nomád taktikát alkalmazták. Szívesen harcoltak laza alakzatban, és az ellenség átkarolására vagy bekerítésére törekedtek, de ha a szükség úgy hozta, összezárták soraikat. A frontális támadásokat színlelt megfutamodásokkal kombinálták, amelyek alkalmasak voltak az ellenség hadrendjének szétszilálására. Az üldözőket körbefogva, a tartalék bevetésével lesből támadva, nyílzáporral és végül rohammal közel harcban roppantották meg az ellenség erejét. Képesek voltak nagyobb folyókon is gyorsan átkelni, meglepetést okozva ezzel ellenfeleiknek. Így történt ez egyik legnagyobb vállalkozásuk során is 899-ben, amikor körülbelül 5000 lovassal váratlanul elözönlötték Észak-Itáliát. Berengár itáliai királycsapatai, ha lassan is, de összegyűltek, ezért a portyázó magyarok kelet felé húzódtak vissza. A két sereg a Brenta folyónál találkozott össze. Őseink cselből, gyengeséget mutatva a zsákmány átadását ajánlották a szabad elvonulás fejében. Az elutasító válasz után azonban váratlanul átúsztattak a folyón, rátámadtak a jóval nagyobb létszámú itáliai seregre, és rettenetes öldöklést vittek végbe közöttük. A győzelem után nem tértek haza, hanem közel fél évig fosztogatták Észak-Itáliát, majd békét kötöttek Berengár királlyal, aki több mint két évtizedre a magyarok adófizetője, sőt, megbízható szövetségese lett. A magyarok európai hadivállalkozásainak a közhiedelemmel ellentétben nem csak az vetett véget, hogy ellenfeleik kiismerték a taktikájukat. Sokkal nagyobb szerepe volt ebben annak, hogy a szász uralkodók újraegyesítették az egykori keleti frank és itáliai területeket, elzárva ezzel a nyugati portyázó útvonalakat. Nem voltak már olyan helyi hatalmasságok sem, akik egymás elleni háborúik során a magyarokhoz fordultak volna segítségért. Ugyan a nyugati kalandozó hadjáratok ezzel végleg lezárultak, de a magyarok közben megismerték Európa politikai viszonyait és államszervezési gyakorlatát, majd éppen e minták alapján alakították át saját országukat is. A nyugati kapcsolatok erősödésével a magyar hadművészet is megváltozott. A modern, nyugati harcmodor és fegyverek megjelenése azonban nem vezetett a magyar harcosok hagyományos fegyverzetének és taktikájának teljes mértékű átalakulásához. Bár a nagy távolságokat bejáró nomád állattartás gyorsan visszaszorult és átadta a helyét a letelepült életformának, a ló és a lovaglás fontossága nem csökkent.
a nemesség szegényebb rétegei és a közvitézek továbbra is a régi, hagyományos módon harcoltak. Nem véletlenül nevezték őket még sokáig tegzeseknek. Az íjász könnyű lovasság és annak tradicionális taktikája évszázadokig meghatározó maradt a magyar harci kultúrában, amely azokban ekkor már a keresztény nyélet magyar királyságot szolgálta.